az elutazás előtti utolsó edzések egyikén beszélgettünk arról, hogy elégedettek lennétek egy olyasmivel, mint amit Nurfutánban hoztatok a világbajnokságról. Jó fagy a csitóztánk! Szóval erre a kérdésre te egy kicsit sejtelmesebb választottál, miszerint neked van a fejedben egy cél, de hogy ezt nem szeretnéd elmondani, majd az olimpia után. Így van, jól emlékszel, és ez az volt, hogy én mindenféleképpen éremmel szerettem a hazatérni a kislányokhoz. Szóval, hogy ahogy ő megérkezett közénk, egy teljesen új felállás lett, és egy teljesen új felkészülés volt, amit ugyebár soha nem csináltam, és pont az olimpia előtt, akkor már tudtam azt, hogy ott van velem, és olyan energiát tud adni, amit más nem tudott, és egyszerűen éreztem azt, hogy most kell megcsinálnom. Arról nem beszélve, hogy tudtam azt, hogy a Rio 5. hely után több van bennem, és képes vagyok az éremre. Úgyhogy alig várom, most alszik kicsikén, otthon van, alig várom, hogy reggel legyen, és az az első, hogy az éremet a nyakába akasztom. Ugyanis abszolút tényleg, ahogy mondtam az előbb, az egész felkészülésem arról szólt, hogy ő ott legyen velem végig a felkészülés során, és a végén az legyen, hogy az érem az ő nyakába legyen majd. A döntő után egy picit még el voltál kenődve, de ahogy édesanyád is mondta, a Viktorkádnak egyáltalán nem lenne szabad szomorkodnia, hiszen óriási dolgot vitt véghez. És azt mondta, hogy mire hazaérsz, biztos, hogy teljesen rendben lesz minden. Rendben van minden? Teljesen még azért nincs rendben minden, mert ez mégis egy olimpiai döntőre, aki felmegy birkózni, az nyerni akar. És én is így mentem fel, hogy olimpiai bajnok akartam lenni, főleg azután, hogy láttam, hogy a Tominak is sikerült. Nyilván a meccs után nagyon csalódott voltam, meg azért lesznek még azért pillanatok, amikor ez eszembe fog jutni ez a mérkőzés, de abszolút ez egy megnyert ezüstérem számomra. Ugyanis az első napomat nézem, egy olyan formát tudtam mutatni, amit én előre elterveztem, és ami a legfontosabb része volt, hogy mentálisan nem tudott kizökkenteni azt, mondjuk az elődöntőbe vezetett ellenem az egyiptomi. Úgyhogy abszolút higgadt tudtam maradni, és számomra ez nagyon nagy dolog volt, hogy pont egy olimpián. Ja, és arra nem beszél, hogy pont a billentésemet, hogy elbírtam rajta sütni. Szóval ezek mind olyan dolgok, hogy ennek viszont nagyon örülök. Elrúgdosod a bátyádat Párizsig? Így van, el fogom rúgdosni, én leszek az edzője. Már említettem neki, hogy aki így tud olimpiát nyerni, meg arra nem beszél, hogy idén EB-t is nyert, elég simán. Úgyhogy innentől kezdve számomra nincs kérdés, hogy neki továbbra is birkózni kell, és én leszek az edző jövőben. Még annyit árulj el, hogy a következő hetek programja a család, illetve Peca verseny? Így van, nagyon jól látod. A Peca verseny is egy fontos része lesz majd a pihenésnek. De ami tényleg a legfontosabb, hogy a családom itt van, a feleségem, a kislányom, a barátaim, szóval most szeretnék egy kicsit velük lenni, ugyanis tényleg évek óta így beesünk egymáshoz. Egy pár percünk van, esetleg egy óránk van tényleg, mert mindig menni kellett csomagolni, menni edzőtához, és most végre egy kicsit le tudunk ülni, egy kicsit ki tudunk engedni, meg tudjuk beszélni a dolgokat, úgyhogy nagyon várom már az időszakot. Köszönjük szépen! Viktor emlékezett arra, hogy mit beszéltünk az utolsó edzésen az indulás előtt, amikor megkérdeztem azt, hogy egy olyan eredménnyel elégedettek lennétek-e, mint mondjuk Nurfutánban a VB-n. Ő erre sejtelmeset mondott, te elég konkrétet azt mondtad, hogy igazából mindegy is, hogy milyen leosztásban, de... Csak élem legyen mind a kettő. Felteszem, igen. Azért nem baj, hogy ez lett a leosztás. Nyilván nem. Én úgy gondolom, hogy az lett volna a legtökéletesebb, mindig az ember többre vágyik, hogyha ő is aranyérmet nyer, de az a baj, hogy volt most egy olyan ukrán a súlyában, mint nekem 12-ben egy kórai, aki hihetetlen jó formában érkezett erre az olimpiára, de tehát, amit a Viktor ott művelt, tehát én nagyon büszke vagyok rá. Egyszerűen az a menetelés, az, hogy nem volt rajta, biztos volt rajta nyomás, rajtam is volt, meg egy olimpia az olimpia, de mind a ketten szerintem ezt egészen jól megoldottuk, és hát tényleg hihetetlen és fantasztikus, hogy mind a ketten éremmel értünk haza. Viszont azt néztük, hogy a füledet leszámítva most egész kevés rajtad a megszokott monokli. Ez volt életed legkönnyebb aranyérme? Láttatok volna az iráni meccs után, hogy néztem ki. Amikor MS-ével beszéltem videótelefonon, azt mondta, úristen, de egész jó helyre jött az arcom. Hát az életem egyik legküzdelmesebb mérkőzése volt, szóval nagyon sok nehéz meccsem volt, de talán ez volt a legnehezebb. Nem csak azért, mert egy olimpiai elődöntő volt, hanem én a világ egyik legjobb birkozójának tartom ezt az iráni srácot, és nagyon tetszett. Az a mérkőzés, mikor meglett, és eltelt utána 2 óra, mire összeszedtem magam, körülbelül
azt hiszem a Hadesz mérte az időt, hogy egy olyan másfél-két óra volt, mire a Savan visszament kettő alá, és azt hiszem, hogy a mérkőzés után 25 perccel volt 17 a Savan, úgyhogy most laikusok lehet nem értik, de az egy nagyon fájdalmas dolog, úgyhogy azután kezdtem el azt érezni, hogy ez itt meg lehet. Egyszerre vagy regnáló olimpiai, világ és Európa bajnok, ez tényleg az elit-elitje, mondhatja el magáról. Jól hangzik. Jó, felfogod már lassan? Nem igazán, egyszerűen. Mindig, amikor ránézek, hihetetlen, hogy itt van a nyakamba, és nagyon, nagyon, nagyon boldog vagyok. Hihetetlen. Viktor azzal fenyeget, hogy elrugdos Párizsig, erre mit mondasz? Majd inkább én őt. Én meg azzal fenyegetem, hogy majd én őt. Nem, nem ez volt az utolsó. Rövid és hosszabb távú tervek, akkor meg lehet kérdezni? Hát a rövid most a pihenés és a család, nyilván a kötelezettségek mellett, amit nagyon fontosnak tartok, hogy most erre nagyon nagy szüksége volt a magyar birkozásnak, erre az eredményre, és majd amit még ezután tudunk, meg fogunk tenni azért, hogy minél több emberhez eljusson ez a siker, és minél többen megszeressék és elkezdjék követni a birkozást, ez nekem egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy ezért mindent meg fogunk tenni, de minden mellett a családi lesz a főszerep most az elkövetkezendő időben.